Ennek a virtuális idővonalnak a segítségével bárki megismerheti azokat a személyeket és eseményeket, amelyek meghatározóak voltak Budapest történetének elmúlt 150 évében, vagyis amióta egyesült Pest-Buda és Óbuda. Megjelennek a városban, a városegyesítésben fontos szereplők, például a Rát, vagy később a Bárci, a Gerlóci, a Kammermájer, de mondjuk 1873. október 17, ugye ez az a bizonyos jogi aktus, ez a jeles nap, amikor a városegyesítési jogszabály megszületik, és akkor itt láthatunk egy akkori városképet Budapestről. A Vármúzeum kiállítása arra a kérdésre ad választ, hogy mit jelentett egykor és mit jelent ma budapestinek lenni. Milyen sajátos és sokféle identitás alakult ki azokban, akik a fővárosban élnek. Bárkinek, aki ebben a városban él, valamilyen kapcsolódása van a városhoz, valamilyen hatással van rá a város, és ő is hatással van a városra. És tulajdonképpen a kiállítás alapkoncepciójában azt a kérdést tettük föl, hogy mit jelent ma 2023-ban, 150 évvel a városegyesítés után budapestinek lenni. Ezt hogy éli meg, aki itt él? Mit gondol róla, milyen kötődése van a városhoz, ugye az alcím, a fővárosi kötődések és identitások is pontosan ezt mutatja. Ez a hatalmas installáció Budapest egy-egy arcát villantja fel. És ismerős dallamokat hallhat, aki beáll ezek alá a kalapok alá. A tárlaton olyan zenei betétek, slágerszövegek, versek és filmrészletek is megismerhetők, amelyekben Budapest háttérként szerepelt, vagy éppen amelynek a főváros volt a főszereplője. Ezen kívül rengeteg interjúval is találkozhatnak a látogatók. Ezeken a padokon megpihenve az utca emberével készült beszélgetésekbe lehet belehallgatni. Kíváncsiak voltunk arra például még, hogy mit gondolnak az emberek a budaiságról és a pestiségről, van-e különbség az életérzésben a két városrész között, vagy hogy van-e vidéki és budapesti mentalitás. A kiállításon ismert emberek is vallanak arról, nekik mit jelent Budapest. 41 többé-kevésbé ismert és egy részében ismeretlen úgynevezett civil személlyel készítettünk rendes minőségű interjút, amiben egy meghatározott kérdéskört tettünk föl, pontosan arra kerestük a választ, hogy ők a saját életükben hogyan gondolkodnak Budapestről. Ismert személy volt, például ismert személy a Kemény Dénes, Novodomszki Éva, Oltai Kata, Sali Noémi például, vagy kvázi civilként említhetném az újlipótvárosi masszőrt, vagy az Erdélyből áttelepült két gyerekes anyukát a 80-as években, akinek szintén más az identitása a városhoz, mint mondjuk egy Oltai Katának, vagy egy Kemény Dénesnek, vagy esetleg az óbudai ószerest, aki nagyon jó történetekkel szórakoztat bennünket a kiállításban. A tárlatban emellett többek között festmények, szobrok, szakmák vagy egyesületek relikviái is láthatók. A kiállítás készítői a Budapesti Történeti Múzeum újkori város történeti osztálya egyedülálló gyűjteményéből válogattak különböző műtárgyakat.